Szűz, szeptember első fele. Pozitívum, negatívum és egy tanács. Hát először is boldogságos születésnapokat kívánok nektek. Ezen kívül lesz még egy nagyon-nagyon fontos eseményünk szeptember 2-án. Ilyen fontos esemény legközelebb, és ilyen jelentős esemény legközelebb, körülbelül 240 év múlva lesz, a Plútó vissza fog térni a Bak csillagjegyben. Még egy picike rövid kis időre, november 20-áig. Most a vízöntőben van. November 20-ától ismét a vízöntőben lesz 20 évig. Külön lesz erről videó, Plútó a Bak csillagjegybe. Így döntöttem most, ahogy elkezdtem ezeket a kirakásokat, mert ha itt most elkezdenék beszélni, se eleje, se vége. Nos, tehát akkor kezdjük. Pozitívum. Na nézzük. Pozitívum. Négyes kelyhek. Jön az a bizonyos lehetőség, amit várunk. Nem hiába várunk, nem hiába várakozunk, nem hiába válogatunk. De szomorkodni nem kell. Nem kell szomorkodni. Ez nagyon jó. Nagyon jó jel. És ugye pozitívumot nézzünk, tehát ez duplán jó jel nekünk. Tízes. A befejezés, a lezárás egy nehéz helyzet véget érhet, egy szórós helyzet. A kártya pakli alján az akasztott ember, maga az áldozat, lehet, hogy véget ér ez a helyzet. Megszabadulunk ettől a szereptől. És ez nagyon jó, mert pozitívum, megint csak pozitívum. Ide teszem őket. Ez nagyon jó, ez erős, ez nagyon erős. Mi lehet ez? Hát ez már mindenki a saját... forgatókönyvét, erre azt szoktam mondani, ismeri, de ez erős. Tényleg megszabadulunk valamilyen toxikus dologtól, mert ugye itt van ez a négyes is, a kelyhek, a toxikus dolgok, és ide tartoznak a mérgek, ami mérgez minket. Lehet valaki végre valahára megszabadul az alkoholfüggőségtől például. Nagyon erős ez itt. Vagy egy olyan párkapcsolattól, egy toxikus párkapcsolattól. Nagyon erős ez. És ez is erős, a folytatás is. Ez maga a torony, a váratlan rombolás. Tehát itt a szűz robbantani fog. Azt fogja mondani, hogy na elég ebből. Elég. Az univerzum is segíteni fog. Micsoda erős kártyák. Milyen nagy változás. Igen, itt a napocskánk már az egyes házban van. Egyes ház, ez viszont új élet. Ahhoz, hogy új életet tudjunk kezdeni, valamitől vagy valakitől meg kell szabadulni. Örülni fogunk ennek. Négyes tűzenergia, az ünnep. Lesz mit megünnepelni. Ez egy nagyon... jelentős győzelem lesz. Jelentős győzelem. Nagyon erős ez a kirakás. Nagyon erős. És itt a király. Király. És ez maga a szűz, az érmik királya. És a kártya pakli alján a királynő, az érmék királynője. Megint csak a szűz. Tehát királynők és királyok leszünk. Kaptunk egy megerősítést. Hát így is kell tenni, amikor a napocskánk az egyes házban van. Ez a mi időnk itt. Kvázi ezt üzeni a napocska is, és ezek a kártyák is. Eljött a mi időnk megszabadulni a rossztól, a negatívumtól.
a nehézségektől. Épp ideje robbantani, és új életet kezdeni. Megint érmék, értékek. Valamilyen értékes dolog jön hozzánk. Ez lovag, hoz nekünk híreket, lehetőséget ad. Kártyapakli aja nagyon tetszik nekem. Ez viszont az erő. Lesz elég erőnk szembeszállni a nehézségekkel, a problémákkal, az ellenséggel. Meg tudjuk hódítani ezt az oroszlánt. Az oroszlán kapuja ma nyílt meg, ma 2024-08-08, a 3-8-as, de erről van egy külön videó. Itt lehet látni a végtelenség jelét, egy 8-ast, a lemniszkáta. Gyorsan kívánni kell egy kívánságot. Tehát ez egy misztikus időszak. Ez zseniális. Ez zseniális. Tényleg ahhoz, hogy valamitől megszabaduljunk, kell ez az erő. És ez finom erő, ez puha erő, ez az akarat erő. Ez nem fizikai erő. Milyen erős ez a kirakás? Nagyon erős. Nagyon-nagyon erős. A Plutó is egyébként ilyen, ő az élet és a halál. Ő is maga az a bizonyos sebész a horoszkópunkban. Meg tud minket szabadítani valamitől vagy valakitől. És ilyenkor a legerősebb egy bolygó, amikor csillagjegyet lát, amikor azon a bizonyos határon van, két csillagjegy között. Na, megyünk tovább. Negatívum. Mi az, amit el lehet kerülni? Egy kis figyelmeztetés. Ötös, tűz, energia, csata. Csata valakivel. Tehát lehet látni, hogy van itt küzdés. De a pozitívum nekünk megmutatta, hogy erősek leszünk. Lesz erőnk. Fogunk tudni harcolni. Bírni fogjuk a gyűrődést. Plutónak a kártyája megjelent. Karmikus kártya. A Plutó itt dolgozni fog. Aki nem dolgozta le még a karmikus adósságot, hát lehet itt most le kell lesz dolgozni még. Ez erős kártya. Ezt nem tudjuk elkerülni. Ezt nem. Ez karmikus kártya. Na, mi van itt? Apród. Tűz, energia megint. Az apródok mutathatnak nekünk egy ilyen különleges ajánlatot, egy izgalmas ajánlatot. Lehet ezért az ajánlatért meg kell lesz küzdeni valakikkel? Hát itt a konkurencia. Többen pályáznak erre a bizonyos lehetőségre. Érdekes. Nagyon-nagyon érdekes itt. Ez viszont a főpap. A fenti erők valamire nem adnak nekünk engedélyt. Az nem jelenti azt, hogy később nem kapjuk meg, de most még hiába nagyon akarunk valamit, valamit el akarunk kezdeni, valamit el akarunk indítani, valamibe bele akarunk vágni, még nem kapjuk meg ezt a bizonyos engedélyt. Egyébként ugye a hivatalos hivatalok, hát igen, azok is ide tartoznak, a hivatalok ide tartoznak. Ez a kártya viszont mutat ilyen komoly dolgokat, jogi ügyeket, bírósági ügyeket, tehát amikor ítélkeznek felettünk, tehát azok a dolgok is ide tartoznak. Lehet egy hivataltól nemet kapunk. Nem kapjuk meg azt az engedélyt. Megyünk tovább. Mi van itt? 9-es, és ez a ti energiátok. Érmék, pénz. A pozitívum megmutatta nekünk, hogy lesz pénzünk, hiszen a királynő és a király, természetesen ők erősebbek, mint ez a 9-es, de a 9-es üzeni nekünk, hogy el akarjuk érni azt a bizonyos célt, ami nekünk értékes lesz, de van itt még valamilyen akadály, valamilyen nehézség.
És az érmék elsősorban pénzt szoktak mutatni. Na, mi van itt még? Király! Van itt egy király. Rák, halak vagy skorpió? Elsősorban ez a király. Lehet ez a király fogja okozni nekünk azt a bizonyos nehézséget, vagy kellemetlenséget. Van ilyen király a családban, vagy a környezetünkben? Lehet ő új személy is egyébként. Olyan művészlélek is lehet ez a király. Lehet orvos, lehet pszichológus. Például a fellegekben járhat például ez a király most. Víz energia dominál, és a Neptunusz is retrográd most. A Neptunusz viszont maga a köd, a homály. Lehet ez a bizonyos király egy családtag, aki úgymond rózsaszín világban él, és emiatt lesz az a bizonyos kellemetlenség. Van itt valami hold a kártyapakli alján, tehát ez egy... titok, van itt valamilyen titok, valamilyen félelem, a félelem is ide tartozik. Egyébként az otthonunk is ide tartozik a holdhoz. Nos, húzunk még egy kártyát. Nem is egyet. A mindennapi boszorkányok mit mondanak nekünk? Húzunk a pozitívumra is, és húzunk a negatívumra is. Mi van itt? A pozitívum is nagyon-nagyon érdekes. És még egy hold. Kettő darab hold a negatívumon. Ez érdekes. Ez már komoly. Nos, pozitívum. Csodálatos. Az uralkodó nő. Ez csodálatos, ez maga a komfort, ez maga a bőség. Megmutatta nekünk a pozitívum, hogy valamitől megszabadulunk. Tehát megszabadulunk valamitől, vagy valakitől. Ez a helyzet nekünk nem komfortos. Tehát meg kell szabadulni, épp ideje. Az uralkodó nő is így szokott cselekedni, így szokott dönteni. Ami nem komfortos, arra nemet mond. Csak azt szokta elfogadni, hát ami neki komfortos. Csak arra mond igent, ami neki komfortos. Ha például meghívják egy vendégségbe, ha ő valamiért nem akar elmenni, valamiért érzi azt a nem komfortos dolgot, akkor nem fog elmenni. Lehet, hogy olyan emberek lesznek ott, akivel nem akar egy légtérben tartózkodni. Tehát az neki nem komfortos helyzet, akkor a nemet mond. Valami véget ér, valami új elkezdődik. Tehát ahhoz, hogy el tudjunk indítani valami ilyen új dolgot, az új energiának hely kell. A régi energiától meg kell szabadulni. És az új energia nagyon jó kis termékeny talajt kapott. Egyébként ehhez a kártyához, ugye a Vénusz kártyája, hozzátartozik a szerelem, a pénz is, mert a Vénusz is pénz, az uralkodó nőnek is van pénze, értékek, és ugye itt is kettő darab nagyon-nagyon csodálatos pénzes kártyánk van, a királynő és a király. Na de, megyünk tovább, negatívum, a második hold kártya, nem semmi. Egyébként én szeretem a hold kártyát, az egyik kedvencem, még ha van itt valamilyen félelem is, valamilyen titok is, valamilyen rejtett dolog is van, ne kapkodjuk el, várjunk, akkor várakozzunk. Jó, ha nem tudunk dönteni. Milyen a hold? A sötétséghez köthető. A sötétben nem látunk világosan, nem tudjuk pontosan a dolgokat, hogy mi van ott. Várjuk meg a napocskát. Fel kell, a nap világos lesz. Fogjuk látni a dolgokat, jobban tudunk dönteni. Várjunk. Na, milyen a hold? A félelem is ide tartozik. Lehet, hogy nem is érdemes annyira félni. Tehát mit látunk? Itt van ez a szép kis macskánk, de belenéz abba a vízbe,
és sokkal nagyobbat lát, sokkal félelmetesebbet lát. Pedig a valóság nem is olyan félelmetes, nem is olyan nagy. Tehát a sötétben félhetünk valamilyen susogástól is. Lehet, hogy amikor kisöt a napocska, kiderül, hogy ez egy kis aranyos kis cica, és nem is kellett félnünk. Tehát a nagyobb a félelem, mint a valóság. Itt ezen a holdon például lehet látni egy utat. Ott a rák ki akar mászni ebből a félelemből. Ott akarja hagyni azt a félelmet, és végig akar menni ezen az úton, de ehhez le kell győzni azt a bizonyos félelmet. Tehát végig kell menni ezen a bizonyos úton a célhoz, a célokhoz. És nem utolsó sorba, a hold nekünk valamit kivilágít, valamilyen új információt ad, valamilyen titkot megtudhatunk. És mi van itt? Itt is a hold. A harmadik hold. Na hát ez nagyon erős. Nos, hát ezek a félelmek, ezek az aggályok. Vegyük komolyan őket, de ne engedjük, hogy felülkerekedjenek egyszerűen. Nem szabad ezt hagyni. Tehát végig kell menni azon a bizonyos sötét ösvényen, azon a bizonyos nehéz úton végig kell menni, de nem szabad szem elől téveszteni azt a bizonyos célt. Jó? Tehát hiába itt vannak ezek a félelmek, ez a kártya megmutatta nekünk, hogy ott a félelem, félünk valamitől, nagyobb az a félelem, itt vannak ez a farkas, meg ez a kutyus, félünk tőlük, akár retteghetünk, de nem szabad. Legyünk olyanok, mint ez a rák. Megbirkózik ezekkel a félelmekkel, kimászik, végigmegy ezen az úton, nem könnyű az út, de végigmegy, és megy egyenesen a célhoz. Ó, milyen misztikus ez itt. Misztikus. A harmadik hold, a harmadik titok. Valamilyen információt biztos, hogy megtudunk. És a hold maga az otthonunk. Tehát az ott lehet egy családi titkot megtudunk például. Simán lehet. A hold maga az intuíciónk, a belső hangunk. Figyeljünk csak oda, hogy mit mond nekünk a belső hangunk, mit fogunk érezni. Nagyon érdekes, misztikus. Új holdra lesz külön videó, az új hold valamit megmutat nekünk. Az új hold. És ráadásul az új hold a szűzben lesz. Micsoda új hold. Nem hiába megjelent itt háromszor a hold. Na, most már jobban átlátom a helyzetet. Na, de erről majd beszélünk szeptemberben. Új hold a szűzben. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!